az Ex Libris az egy könyvjelző tulajdonképpen. Valamikor azért találták ki, hogy a könyvtárba, a könyvtárukba lévő könyveket megjelöljék. Az Ex Libris az többféle jelentésű szó. Épp valamelyik nap volt a rádióban, hogy konkrétan nem tudják. Lehet, van, aki úgy fordítja, hogy az én könyvem, az könyvtáramból és a könyvtárban lévő könyvekbe ragasztották be, megjelölni, hogy ha kölcsön adják, meg egyéb, akkor tudják, hogy ez az enyém. Általában az Ex Libris, ez a könyv megjelölő képecske, ez jellemző arra, aki a könyvtár. Például egy orvos, az csontvázat mondjuk, vagy stetoszkópot, vagy vérnyomásmérőt, mert ilyen stilizálva készítik. Ez tulajdonképpen egy sokszorosító eljárás, egy kezdetleges, de nagyon nagy, magas színvonalra vitték egyidős a könyvnyomtatással. Kicsivel később keletkezett. Több száz, meg több ezres kötetes könyvtárak. Ki kellett találni egy ilyen sokszorosító eljárást, hogy minden könyvbe tudjanak egyet beleragasztani. Most ez úgy készül, hogy megtervezik az Ex Libris-t papíron. Mutatok egyet, megtervezzük. Ezt szeretnénk látni ilyen nagyságba, és ezt fogjuk a könyvünkbe beragasztani. Érted, itt levágjuk, oda teszünk egy másikat, és abba egy rendesebb szöveget bele lehet, ha kell. Hát, nem de Zsúly bácsi, én... Jó van, ez így sikerült. Én ezt bevállalom, hogy ez így hát sikerült, jó, hogyha jó, magát ez most nem... Akkor ez ilyen. Hogy ezt meg tudjuk így nyomni, ezzel a nyomdai eljárással, ezt át kell tenni, ezt átmásoljuk egy pausz papírra. Amit meg tudunk fordítani, ez azért kell, hogy lássuk mind a két oldalról, és egy indigóval pozitív képünket át kell tegyük ide, erre. Tehát ez így levettük a mintát, áttesszük ide, és egy indigóval átmásoljuk. Akkor megkapjuk ennek a negatívját. Ezt kivéssük, hogy csak ott legyen festékes, ahol mi akarjuk. És amikor ez kész, akkor befestékezzük, ez már egy másik. Ez már be van festékezve, és akkor erre tesszük rá a nyomópapírt, így, és hengerrel megnyomjuk. És amikor levesszük róla, akkor kész a pozitív Ex Librisünk, amit megterveztünk. Ez egy félig sikerült nyomat, egy picit több festék kellett volna rá. Ez linoleum, ez művész linoleum, és nyomda festékkel dolgozunk. Színes is van, egyelőre az első próbanyomatokat feketével csináljuk, aztán majd lehet, hogy csinálunk róla színes nyomatot is. Vagy esetleg több szint úgy, hogy érdekesebb legyen. Ezt egy hengerrel széthengereljük egyenletesre. Mindenütt a szélitől kezdve, hogy egyenletesen föl legyen rávéve. Keresztbe is most már venni jó. Kell festéket. Most nem biztos, hogy most az elsőre ez jó, úgy van, sikerül, de hát... Jó, hát annak jónak kell lenni. Hát összük, és akkor itt van ez a henger. Úgy meg még ezzel végig lehet húzni. És akkor egyenletesen. Mert ezt elvileg lehetne ezébe is.
présbe. De hát annyi beruházást nem csinálunk. Most kiderül. És akkor ezt szépen levesszük az egyik sarkától fogva. Tessék. Gyönyörű. Ez lett a nyomat. Nagyon jó. És meg most kijött a Libris is.